senki tudja se fél. Balcogálja és igazságon útba fúj a szél. Szóval százan szíve zárja hűzemetre lél. Helyi van mindig a szíve, várja az ellenfél. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a díjátadó ünnepségen. És hát egy kicsit megható volt hallani itt a himnuszt, és azon gondolkozom, milyen komolyak vagytok ilyenkor, jó volt mindenkire ránézni. És a szülőket, edzőket, nevelőket, és mindenkit, aki segített ebben a sikerben, szeretettel és tisztelettel köszöntök. Kiemelt tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Görgényi Ernő polgármester urat. És Galbács Mihály képviselő urat, a Gyula Termál FC elnökét. Bár akik ismernek, tudják, hogy nem szeretek sokat beszélni, mégis néhány szóba szeretném értékelni ezért munkánkat. Hogyan is született ez a siker. Azért is tartom nagynak ezt a sikert, hiszen egy amatőr utánpótlás nevelő egyesület vagyunk, ahol a legfőbb cél a tömegesítés, a nevelés és a képzés, és természetesen a labdarúgó szövetségnek van egy új irányvonala, annak szeretnénk megfelelni, illetve mi próbáltuk eddig is ezt az irányt követni, mégpedig azt, hogy olyan ügyes, tehetséges gyerekeket próbáljunk nevelni, akik majd későbbiek folyamán tudásokat úgynevezett top utánpótlás nevelő egyesületeknél tudják majd kamatoztatni. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt 3 évben közel 30 utánpótláskorú játékos került el Gyuláról különböző akadémiákra, NB1-es szakosztályokhoz, NB1-es klubokhoz, és ott is minden egyes játékos megállja a helyét. Amit szeretnék kiemelni, hogy a két top egyesületek között, tulajdonképpen a Békés Csaba és a Grosics Akadémia között próbálunk mi elsősorban gyulai gyerekekkel foglalkozni. A legfőbb célunk talán az, hogy illetve a legnagyobb sikerünk, hogy sikerült felépíteni egy olyan rendszert, amely én szerintem példamutató, 6 éves kortól felnőtt korig fel van építve a rendszerünk, és mint tömegbázisra, mint pedig minőségre minden korosztályban rendelkezünk ügyes, tehetséges gyerekekkel. Ez az egyik legfontosabb dolog. A másik, hogy minden egyes gyereknek, minden egyes korosztálynak tudunk versenyzési lehetőséget biztosítani, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Itt szeretném megemlíteni, nem felsorolni,
hogy az egész év folyamán egy szervezett, rendezett formában sikerült megrendeznünk a versenyeket, mégpedig a Grassroots programot, az Interliga programot, a Bozsik programokat, az MB2-es labdarúgó bajnokságot, és úgy gondolom, hogy valamennyi csapat, amelyik megfordult nálunk, örömmel tér vissza, hiszen úgy láttuk, és a visszajelzésekből is ez jött le, hogy jól érezték itt Gyulán magukat. Tehát továbbra is legfőbb célunk ez lenne, minél több gyulai gyerek, és természetesen szeretnénk a különböző bajnokságokban, illetve rendezvényeken jól sikerülni, hiszen a siker, ha nem is ez az elsődleges, tehát nem az eredményesség, de a siker az mindig jó az embernek, jó a gyerekeknek, jó az edzőknek, jó a szülőknek, és jó mindenkinek. És mi is ebben az irányban próbálunk dolgozni egy nagyon jó és értékes edzői kollektívával. Én úgy gondolom, hogy a Gyuli Termál FC vezetése, az önkormányzat, a képviselőtestület, a városa minden támogatást megad nekünk, mi is próbálunk ennek a célnak megfelelni, és a továbbiakban is próbálunk ilyen eredményesen dolgozni. Ez a két csapat, akik most itt ülnek előttünk, az U14-es korosztály és az U17-es korosztály. Az U14-essel kezdeném, hogy végig kiemelkedően jó teljesítményt nyújtottak, néhány mérkőzésüket látva, minden mérkőzésen felnőttek a feladathoz, és végig versenyben voltak, illetve a második helyről nem is lehetett őket letaszítani. Az Orosházával, a későbbi bajnokcsapattal is egy gólos vereséget szenvedtek az Orosházától, de maga a játék hülyen tükrözte a két csapat egyenlőségét, tehát a bajnokcsapattal is végig partiban voltak. Én nagyon szépen szeretném megköszönni ezt a munkát az edzőkollégának, Démus Zsoltinak és az egész csapatnak. Ezt a teljesítményhez külön kiemelem és külön gratulálom. Az U17-es csapatunk is a bajnokságban, egy egész nehéz bajnokságban szerepelt, hiszen a Békés Csaba, a Grocsis Akadémia, a Szolnok, és még sorolhatnám, nagyobb egyesületek csapataival vette fel a verseny, és az utolsó fordulóban csúszott le a második helyről, és az ilyen értékes harmadik dobogós helyet sikerült a csapatnak megszerezni. Én úgy gondolom, hogy mindkét csapatban vannak olyan játékosok, akikkel még a későbbiek során úgynevezett akadémiákon, top egyesületeknél majd fogunk találkozni, hiszen, mint említettem, ez is a legfőbb célunk, hogy a gyerekek fejlődését biztosítsuk, és aki tehetséges, azok fölfelé áramlását elősegítsük, hiszen ez a rendje a labdarúgásnak. Azt is szeretném még kiemelni, hogy a labdarúgás egy új irányt kezdett el, mind az edzőképzésben, mint a nevelés-oktatás és szakmai képzés során is. Remélem, hogy a labdarúgásunk, ahogy most figyelemmel kísértétek az U20-as világbajnokságot, a fejlődés útjára lépett, hiszen láttátok, hogy bár nem azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna, de az U20-as csapat kiemelkedően jó teljesítmény nyújtott. A világ élvonalába tartozó két csapat ellen, elsősorban itt a brazilokat említetném, aki látta a mérkőzést, nagyon szoros mérkőzést játszott a csapat, és azt hiszem, hogy nagy-nagy reményekre jogosít fel. Az utánpótlás képzésünk jó úton halad, és még jobb útra fog majd kerülni. Tehát én röviden ennyit szerettem volna nektek mondani, nagyon köszönöm mindenkinek ezt az értékes helyezést, és remélem, hogy a közeljövőben is ezeknek az elvárásoknak majd mind az egyesület részéről, mind a város részéről meg fogunk tudni felelni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most pedig szeretném átadni a szót dr. Görgényi Ernő polgármester úrnak, köszöntse a ifjú sportolókat. Köszönöm szépen! Kedves ifjú futballisták, kedves szülők, edzők, pedagógusok, tisztelt elnök úr, Kovács Mihály a Termál FC elnöke, képviselő úr, Durkó képviselő úr, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Városháza dísztermében, amely egykor a megyeháza díszterme volt, és amely teremben évszázadok óta, több mint két évszázada a város életében rendkívül jelentőségűnek tekinthető események zajlottak le. Itt születtek meg olyan döntések, amik egykor a megye, jó fél évszázad a város életére akár hosszú távon is kihatnak.
ebben a teremben születnek életre szóló döntések, amikor házas párok egymásnak örök hűséget esküdnek és fétre lépnek egymással. És bizony ebben a teremben szoktuk megtartani azokat az ünnepségeket is, amelyen elismerjük a kultúra és a sport szereplőinek, köztük a kultúra és a sport, valamint a tudomány ifjú szereplőinek a teljesítményét is. Hiszen az a véleményünk, hogy ezek a dolgok, ezek mind-mind egyaránt nagyon fontosak. Legyenek azok hosszú távra szóló közéleti döntések, vagy egy-egy fiatalembernek, vagy egy fiatal csapatnak olyan teljesítménye és eredménye, amely mind az ő életére, mind pedig a város életére nézve, akár hosszú távon is kihat, de mindenképpen jelentős. Magyarországon nem véletlenül az egyik legnépszerűbb sportág a futball, nem csak azért, mert dicső múltja van, de azért is, mert ez egy igazi közösségi játék. Egy csapatépítő sport, egy olyan tevékenység, amely nem csak hogy sport sikereket tud eredményezni, mint ahogy a ti esetetekben most elismerésre méltó sikereket eredményezett, nem csak élményeket ad a játékosok számára, de bizony életre szóló emberi kapcsolatok, mély emberi kapcsolatok, barátságok szövődnek. Én mindkét lábommal azonos színvonalon tudok futballozni, ezért nekem komoly élményeim nincsenek a futballon kapcsolatban, azonban édesapám, ő játszott a Gyula SC-ben is annak idején, volt még játékvezető is, neki az életében elég meghatározó szerepet játszik a futball, és az ő példáján látom, hogy bár már 66 éves, de a mai napig is számon tartja, hogy a városban az emberek közül kikkel játszott egykor egy csapatban, kivel melyik csapatban játszott, melyik bajnokságban, kit honnan ismer, és amit biztos ti is már felfedeztetek, a foci nagyon jó emberismeretre ad alapokat, hiszen ahogy az ember a pályán viselkedik, amilyen a játék stílusa, nagy valószínűséggel olyan a jelleme, és úgy viselkedik az életben is, ezért a játék alapján nagyon sok mindenkiről meg tudja mondani, hogy milyen ember lehet az életben, hogyan viselkedhet különböző szituációban másokkal. Éppen ezért azok az élmények és ismeretek, amiket ti a játék során, a meccsek során megszereztek magatoknak, azok még azon is túlmutatnak jelentőségükben, mint egy-egy eredmény. Ám mindemellett ez a mostani eredmény, amit ti elértetek, nagyon nagy elismerésre érdemesít benneteket, meg kell emeljük a kalapot előttetek, hiszen korosztályotok ki lehet jelenteni, előtte jár a nálatok idősebb generációknak, és igen nagy jövő áll előttetek. Úgy gondolják sokan, hogy bizony nagy ígéretek vagytok, és sokan bíznak abban, hogy be is váltjátok majd ezeket az ígéreteket. Az a ti elkötelezettségetek, tehetségetek és szorgalmatok nélkül nem jöhetett volna létre, és csak ezt kívánom a továbbiakban is, de ilyenkor nem csak az illem, de az igazság kedvéért is meg kell említeni, hogy azok az edzők, azok a szakemberek, akik benneteket oktatnak, akik edzenek, azoknak a munkáját is dicséri minden olyan eredmény, amit elértek, és ami miatt méltán kerültök a reflektorfénybe. És bizony az igazság megkívánja ilyenkor, hogy a szülőknek is köszönetet mondjunk, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy biztosítsák számotokra mindazokat a feltételeket, amik a rendszeres sportoláshoz, a meccsekre való elutazáshoz szükségesek. Éppen ezért, mert ennyi erőfeszítést tesznek az edzők, szakemberek, ennyi erőfeszítést tesznek a szülők, az önkormányzatnak is kötelessége, hogy erejéhez mérten mindent megtegyen azért, hogy segítse azokat a folyamatokat, és megteremtse azokat a lehetőségeket, amik azt szolgálják, hogy ti jó körülmények között tudjatok sportolni. Ezért léptük meg az elmúlt években is azokat a fejlesztéseket, öltözőfelújítások, műfüves pálya, és a többi, és a többi, amit ma már ti is élvezhettek, és éppen ti miattatok, a ti jó példátokat látva, a ti példamutató eredményeiteket látva vagyunk elkötelezettek amellett, hogy az elkövetkezendő években is folytatni fogjuk ezeket a fejlesztéseket, megtéve mindent lehetőségeink szerint annak érdekében, hogy minél jobb körülmények között sportoljatok, hogy szeressétek meg egy életre a mozgás örömét, és folytassátok majd akkor is, rendszeresen, amikor már nem lesztek profik. Szeretnék tehát mindezen gondolatok jegyében
őszintén gratulálni az elért eredményekhez. Szeretném őszinte köszönetemet kifejezni az edzők munkája iránt, külön szeretném Szent Éveki Béla urat is megemlíteni, és az ő munkáját megköszönni. És a jövőhöz, a jövőbeli tervetekhez pedig mindannyiunk érdekében nagyon sok sikert kívánni nektek, hiszen amit ti elértek, az nem csak a ti sikeretek, még csak nem is csak az edzőtök sikere, és nem is csak a szüleiteknek szóló siker, hanem az egész város sikere, hiszen ti ilyenkor Gyula színeiben játszotok és Gyulát képviselitek. Úgy látom, méltóképpen. Köszönöm szépen, gratulálok! A gyulai polgármesteri hivatal nevében és a magam nevében is gratulálok valamennyi itt lévő sportolónak, szülőnek és természetesen az edzőknek. Felkérem polgármester urat, hogy legyen szíves átadni majd az érmeket. Kérem a tanulókat vagy a sportolókat, hogy a nevük elhangzásakor fáradjanak ki, és maradjatok is ki, hogy majd egy csoportképet lehessen utána megcsinálni. Tehát elsőként az U14-es csapat jön, aki második helyezést ért el a bajnokságban. Csapattagok Kapus, Oláh, Zalán, kérem jönjön ki. Tapasztó Gergő. Pápa Zsombor. Juhász Mihály. Tóth Márton. Vakos Bence. Írházi Csaba. Szász György. Kurta Barnabás. Oláh Ambrus. Simon István. Pápa Márton. Mári Marcell. Kökény Rihárd. Negye Dávid. Puskás Bence. Sertőző Dániel. Suhajda Ákos. Suhajda Gergő. Kukla Áron. Kukla Sama. Durvó Máté. Bíró Levente. És egy nagy tapsot kérnék szépen a csapat edzője, Démus Zsolt. Egy nagy tapsot kérnék szépen a csapatnak és Babos Bencének.
U17 Termál FC labdarúgó csapatának névsora a következő. Kajári Attila. Megyesi Szabolcs. Onnetti Romeo. Ilyes Tamás. Major Márk. Kovács István. Nagy Zoltán. Gyöngyösi Gergő. Szűz Demian. Dinya Balázs. Málik Tamás. Ficere Tamás. Szabó Patrik András. Szabó Patrik István. Kondoros Norbert. Kovács Gábor. Felföldi Levente. Pikás Patrik. Sebestyén János. És az, akik nincsenek itt, hadd mondjam el az ő nevüket, sajnos nem tudott eljönni Tóth Zalán, Pap Ádám, Szekeres Balázs és Regős Csaba. Azért egy tapsot ők is megérdemelnek. És természetesen Szentlélekki Béla tanár úr, aki az edzője a U17-nek. Gratulálom Béla bácsinak! Kérem szépen, hogy a csapatkapitány fáradjon ki. Gratulálunk a csapatnak. És természetesen ebben a kategóriában, majd az U17-nél van egy külön díjunk is. Felkérem Galbács elnök urat, hogy legyen szíves átadni a gólkirálynak a serleget, aki nem más, mint Ilyes Tamás. Egy nagy tapsot tanulnak.